Sziasztok, kingek! Milsim. Rengetegszer halljuk ezt a kifejezést airsoftos körökben. Sok vita van arról, hogy mi számít egyáltalán milsimnek, milyen a jó milsim, és hogy egyáltalán mennyire nevezhető nemzetközi standardek szerint valóban milsimnek az, amit mi itthon annak hívunk. A 9 rota játéksorozat szerintem remek példája annak, hogyan lehet kis létszámmal, aránylag szolid költségvetésből, feelinges és autentikus milsim játékot szervezni. Kobzos a csapatával már nagyon régóta benne van ebben a bizniszben, mégis talán azt lehet mondani, hogy kevésbé tartozik a mainstream szervezők közé, ennek pedig szerintem az lehet a fő oka, hogy egy valódi milsim játék tényleg nem való mindenkinek. Na, nézzük is meg, hogy mit kell tudni a 9 rotáról, és mi is az, ami egyedivé teszi ezt a játékot. A 9 rota egy évek óta zajló szovjet-afgán háborús játéksorozat. Az Afganisztán megszálló vörös hadsereg katonái harcolnak a helyi mudzsahedek ellen. Zdravstvujte, brágy! Jó étvágyat! A rendezvénynek egy hatalmas, 500 hektáros erdőség ad otthont, Észak-Kelet Magyarország egyik legszebb erdejében. Mint szovjet katonák, a feladatunk annyi volt, hogy fel kellett mennünk a völgyből a hegy tetejére, itt bázis kellett építenünk, védműveket és kommunikációs rendszereket létesítettünk, aztán biztosítanunk kellett a térséget őrjáratokkal, bázisőrséggel, végül pedig meg kellett védenünk a támaszpontot egy átfogó ellenséges támadást. Vnimanie! Most beszéljünk arról, hogy miért is volt annyira egyedi ez a játék. A 9 rotán egy sajátos sérülésmodell működik, melynek dióhéjban annyi a lényege, az első két találatot te helyben le tudod úgy kötözni, hogy harcképes maradj, harmadik találat után viszont súlyos sérült lesz. Ez azt jelenti, hogy a harmadik sérülés után a bajtársaidnak ki kell téged vonniuk a harctérről, egészen vissza a tábori kórházba, ahol sérülésenként 15 perc ellátni a sebet. Vagyis, ha súlyos sérülés szenvedsz egy harcérintkezés során, gyaloglással és szállítással együtt, akár több mint egy-másfél órára kieshetsz a műveleti tervezésből. Ráadásul a saját rajadnak is azzal kell foglalkoznia, kivisz téged a harctérről, és bevár a tábori kórházban. Magyarul igencsak nagy tétje van annak, hogyha kilőnek, ennek fejében kell megtervezned azt, hogy milyen összecsapásokba állsz bele, milyen kontaktokkal veszed fel a harcot. Ez alapjaiban befolyásolja a játék során tapasztalt harcérintkezéseket és műveleti tervezést. Az afgán mudzsahidek például szinte kizárólag rajtaütésekkel dolgoztak. Ahogy haladtunk felfelé a hegyen, lesállásban vártak minket magaslati pontokon, leadtak ránk pár lövést, aztán elrohantak és elbújtak a következő rajtaütési ponton. Pasi damoj suha! Nem várták be, hogy felvegyük velük a harcot, be tudjuk őket keríteni és le tudjuk őket tolni lényegesen nagyobb tűzcsoportokkal. Figyelnünk kellett így arra, hogy úgy koordináljuk a rajok működését, hogy legyen megfelelő felderítés, legyenek rajok, amelyek a főműveleti csoport szárnyait fedezik. A meggondolatlan rámbózásnak pedig az volt az eredménye, aknára lépsz, vagy agyonlő egy mesterlövész. Ami szerintem még nagyon sokat dobott a játékon az, hogy jelentős energiákat kellett fektetni abba, hogyan állítod össze a felszerelésedet, mielőtt kimész egy küldetésre. Egyrészt maximum 50 BB lehetett egy tárban, így, ha érdemi tűzerőt akartál képviselni egy ilyen, sűrű erdős pályán, magadnál kellett hordanod legalább 6-8 tárat. Emellett azzal is kellett számolnod, hogy egy járőr alsó hangon is 2-3 órás feladatot jelent, jó, ha volt kéznél étel, ital, kávé, extra lőszer, így a logisztikát és a személy felszerelést is sokkal jobban át kellett gondolni. Amit még ritkán látok milsim játékokon az, hogy volt külön olyan feladat, hogy fedezékeket, védműveket kellett építenünk játéknapon. Vannak ugyanis olyan milsim játékok, ahol van egy külön nulladik nap bázis építése és fedezék létesítése, illetve olyat is láttam már, ahol mindezt nagyon kedvesen megcsináltak nekünk a szervezők a játék előtt. De őszintén szólva, én éltem azt, hogy volt néhány óra, amíg árkodástunk és lőállásunkat építettünk úgy, közben kéznél kellett tartanunk a fegyverünket, mert bármikor ránk támadhatott egy orvlövész a bokorból. Szerintem ez igencsak hozzáadott a milsim feelinghez. Összességében a 9 rota szerintem idén is ügyesen visszaadta azt a feelinget,
hogy milyen lehet egy hidegháború színvonalú, többnyire sorkatonákból álló reguláris erő tagjaként ellenséges milícia által uralt területen működni. Látható, hogy a keretszabályok, amelyeket elmondtam, nem térnek el annyira radikális módon a legtöbb Airsoft játék alapjaitól. Mégis azt kell, hogy mondjam, hogy ez a pár apró módosítás összességében egy olyan mixet hozott, amelynek az lett az eredménye, hogy jobban át kellett gondolnunk a műveleti tervezést, hatékonyabban együtt kellett dolgoznunk másfajokkal, jobban kellett védekező, támadó műveleteket, logisztikai feladatokat szerveznünk. És ami a legfontosabb, jól bele tudtuk magunkat élni az adott konfliktus helyzet forgatókönyvébe. Persze, a Milsim is egy olyan műfaj, amit a végtelenségig lehetne fejleszteni, de szerintem itthon nem várható el reálisan az, hogy egy olyan játék szülessen, amely tökéletes reprodukciója egy valódi, reguláris haderőkkel vívott modern konfliktusnak. Ennek egyrészt technikai, másrészt szervezettségi akadályai vannak, nem csupán a szervezők, de jelentős részben a játékos állomány részéről is. Nyilván mindenki szeretné, ha lennének az ilyen eseményeken páncélozott járművek, hatalmas robbanások, korhű technikai eszközök. De nem sok olyan játékos van szerintem, aki hajlandó lenne kifizetni egy alsó hangon 20-30 ezer forintos játékbelépőt, amely szükséges lenne a háttértechnika finanszírozásához. Fun fact, egy Magyarországon viszonylag könnyen elérhető BTR 60-as 60 liter teszik meg 100-on, és a bérlésről, karbantartásról, szállításról még csak nem is beszéltünk. A szervezettség kérdéséről pedig azt tudom mondani, nyilván vannak jól szervezett és kevésbé jól szervezett Airsoft csapatok Magyarországon, de egyetlen olyan formáció sincs, amely képes egy az egyben úgy kinézni és úgy viselkedni, mint például egy NATO alakulat. De legyünk őszinték, nem is ezért járunk Airsoftozni. 99%-ban sem lehetőségünk, sem szándékunk nincs felkészülni arra, hogy reprodukáljunk egy jól képzett, frontszolgálatra készülő alakulat működését egyszerű hétvégi hobbi kedvéért. Annyi csak, hogy szerintem ezen teljesen érthető indokok miatt fölösleges is lenne elvárni, hogy egy Milsim játékon bármelyik oldal szó szerint egy valódi hadsereg működését szimulálja. Szerintem, ha nagyjából a vibe-ot sikerül eltalálni, ez már önmagában sikernek mondható, ez pedig itt a 9 Rota Airsoft játékon abszolút megvalósult. Ha tetszett ez a videó, dobj egy lájkot, és ne felejts el feliratkozni a csatornánkra. Ha pedig te is mondanál pár sort, akár arról, hogy szerinted milyen a jó Milsim, akár valamiben vitatkoznál az én véleményemmel, nyugodtan írd meg kommentben, igyekszem válaszolni. Ha minden jól működik, legközelebb Tempelhofról fogunk bejelentkezni. Ha nem tettétek, regisztráljatok fel, ez egy jó kis második világháborús játék lesz tökölön, a linket bedobtam a leírásba. Köszönöm a figyelmet, kedves barátaim, áldott szép napot kívánok!